Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újabb adag oltóanyag érkezett, folyamatosan zajlik a vakcinálás Tolna megyében. Válogatnak az oltások között. A házi orvos szerint az idehaza használt vakcinák mindegyike biztonságos. Sikeresen pályázott az önkormányzat, egyre hatékonyabb a városházi munka Szekszárdon. Vádemelés a gázrobbanás ügyében. Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség. Újabb vakcina szállítmány érkezett Tolna megyébe. Ezúttal csaknem 600 darab Sinopharm és közel ugyanannyi AstraZeneca készítményt vehetnek át a házi orvosok. Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja, a megyei oltási munkacsoport vezetője azt mondja, a hét második felében így közel 12 000 főt tudnak majd beoltani a házi orvosok és a kórházi dolgozók összesen. Érkezik az 573 darab Sinopharm és a 600 adag AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyag a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályára. Utóbbiak a házi orvosi praxisok között kerülnek majd szétosztásra. A Tolna megyei Balassa János kórházba is érkezett 4600 adag Pfizer vakcina szállítmány. Horváth Kálmán Tolna megyei kormány megbízott, a megyei oltási munkacsoport vezetője azt mondja, az országnak ezen a részén a tervek szerint halad az oltás. Az AstraZeneca, illetve a Sinopharm oltóanyagot azt a házi orvosok oltják be, illetve a Pfizer oltóanyagnak a beoltására viszont elsősorban 60 év fölötti idős embereket delegálnak, azaz az oltópontokra küldik őket. Elsődleges cél a 60 év felettiek leoltása, és ez a napokban meg is fog történni. Ez a hét ez mindenképpen kiugró lesz az oltások vonatkozásában Tolna megyében is, hiszen hogyha sikerül megfelelően delegálni a oltópontokra az embereket, illetve mindenki elfogadja az oltóanyagot, akkor nagyjából egy ilyen 11-12 ezer körüli oltást fogunk most kiszolgálni Tolna megyében. Horváth Kálmán elmondta, hogy a bírósági és ügyészségi dolgozók már megkapták a vakcinát, így az oltási terv szerint a hét második felében elkezdődik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a Paksi atomerőmű dolgozóinak beoltása Tolna megyében. 5481 megbetegedést regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 586123 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 252 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 18703 főre emelkedett. 11873 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1389-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 12722 fertőzöttet regisztráltak a járvány kitörése óta, vagyis hétfőn 140-nel nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Négyzetméter alapú korlátozás jöhet a boltokban zárás helyett. Erre utalt Orbán Viktor egy Facebookon közzétett videóban, miután a kereskedelmi és iparkamara vezetőivel tárgyalt. A miniszterelnök azt mondta, elfogadták a kamara több javaslatát, amelyek észszerűsítést és árnyaltabb szabályozást céloznak meg. Ezeket mind tárgyalni fogja szerdán a kormány. Amíg minden 65 év fölötti oltásra regisztrált honfitársunkat nem oltottuk be, addig az újraindítást nem kezdhetjük meg, hiszen ők közvetlen életveszélyben vannak. Ugyanakkor elfogadtuk a kamara több javaslatát, amelyek észszerűsítést és árnyaltabb szabályozást céloznak meg. Kérik, hogy a boltok esetében az általános zárás helyett a négyzetméter alapú korlátozásra térjünk át. Külön plázaszabályokat is javasolnak, és a szolgáltatások megnyitásához szükséges sajátos szabályozási elemekre is javaslatot tettek. Ezeket mind tárgyalni fogja holnap a kormány. Bár folyamatosan jó ütemben halad az oltás, még mindig sokan vannak, akik bizalmatlanok a koronavírus elleni vakcinákkal szemben. Ezt mondja az egyik szekszárdi házi orvos. Sranc Róbert szerint a már regisztráltak 20-30%-a hezitál, amikor be akarják hívni az oltópontra. Pedig a szakértők szerint az idehaza forgalomban levő készítmények mindegyike biztonságos és hatásos, és csak a lakosság átoltottsága vezethet el a korlátozások feloldásához. Hiába a rengeteg engedélyeztetési folyamat, a tapasztalatok is jók. Ennek ellenére az emberek egy része még mindig bizalmatlan az oltások iránt, tapasztalják a házi orvosok és az oltópontokon időpont egyeztetést végzők.
Az oltásra jogosultak egy része nem kéri a számára rendelkezésre álló injekciót, másikat szeretne. Schranz Robert szexárdi háziorvos is visszaigazolta ezt. Úgy vettem észre, olyan 20-30% között van, aki más oltást szeretne, mint amit először föl tudunk neki kínálni. Schranz Robert azt mondja, a koronavírus most érezhetően tombol, rengeteg az új fertőzött az ő körzetében is. Ha valaki elkapja a betegséget, annak a kimenetelére biztosíték nincs, nyomatékosította az orvos. Az elmúlt időszakban a betegei közül 3-an is meghaltak a koronavírus következtében, ezért ő is az oltás fontosságát hangsúlyozta orvostársaihoz hasonlóan. A legjobb megoldás a védőoltás elfogadása, és ezen belül, ha nincs valamilyen nagyon extrém betegsége valakinek, akkor bármelyik oltás jobban véd, mint a nem oltás. Ezen a héten 200 oltást adnak be, csak ebben a szexádi házi orvosi körzetben. Schranz Robert reméli, hogy mindenki él a vakcina lehetőségével. Két új koronavírus elleni vakcinát engedélyezett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet, jelentette be az országos tisztifőorvos az operatív törzs online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, hogy a közeljövőben egy újabb kínai és az AstraZeneca Oxford Indiában gyártott vektor vakcinája is elérhető lesz Magyarországon. Reményét fejezte ki, hogy a választék növelésével a Magyarországra érkező védőoltások mennyisége is nőni fog, ugyanis szavai szerint a védőoltás felvétele az egyetlen kiút a járványból. Illegális hulladéklerakók felszámolására nyert közel 24 millió forintot a szekszárdi önkormányzat. Emellett térfigyelő kamerákat is felszerelnek a pályázatnak köszönhetően 3 utcában. Ács Rezső szekszárd polgármester azt mondja, tavaly is indult a város ezen a tenderen, akkor viszont nem sikerült nyerni. A mostani siker titka a megyei jogú város vezetője szerint az, hogy az elmúlt időszakban több tapasztalt kollégát is sikerült felvenni a polgármesteri hivatalba. Ács Rezső azt mondja, ez is része annak a folyamatnak, aminek során a tavaly lelassult beruházásokat akarják felgyorsítani. Ami itt van, ez meg egyszerűen csoda. Tavaly ősszel készültek ezek a felvételek. A képeken jól látszik, hogy rengeteg szemét borította a szekszárd határában található erdős területet. A Tolnai megyeszéken úgy, mint az ország valamennyi városában komoly gondot okoznak az illegális hulladéklerakók. Az önkormányzat évente több millió forintot költ ezek felszámolására. Most ez a munka válik hatékonyabbá, hiszen a város nyerte a Tisztítsuk meg az országot nevű környezetszépítő pályázaton. A pénzből közel 19 millió forintot szeméthalmok felszámolására, további 3 millió forintot pedig térfigyelő kamerák felszerelésére fordíthatnak. A jövőben még sok pályázat beadását tervezzük. Szeretnénk kihasználni azt, hogy most viszonylag gyorsan tudunk dönteni, és gyorsan tudjuk beadni a pályázatokat. A fejlesztések felgyorsítása szekszárd polgármesterének a célja. Azt mondja, ebben a folyamatban volt kulcsfontosságú lépés a hivatali struktúra átszervezése és tapasztalt kollégák felvétele. Többi kolléga is visszatért, és jó szakmai háttérre rendelkezünk ahhoz, hogy ezeket a pályázatokat beadjuk, és ha csak beadjuk, hanem nyerjünk is. A most elnyert pályázatot március végéig kell az önkormányzatnak megvalósítania, vagyis még tavasszal felszámolják az illegális hulladéklerakókat, és bővítik a térfigyelő kamerarendszert Szekszárdon. Vádat emelte a szekszárdi járási ügyészség a 2019. októberében a Tolnai megyeszéken történt gázrobbanás ügyében. Egy vállalkozó és egy szerelő okozta a hatalmas robbanást a vádirat szerint. A detonáció során 125 lakásban, 6 garázsban és 6 személyautóban összesen több mint 150 millió forintos kár keletkezett. A járási ügyészség fogházban végrehajtandó szabadságvesztést és pénzbüntetést kért a vádlottakra. Így néztek ki a szekszárdi Herman Otto utca egyik 4 emeletes társasházában a lakások a 2019. októberében történt gázrobbanás után. 2018 őszén kezdték el teljes körűen felújítani az épületet. A 69 éves építési vállalkozó egyik megbízott alvállalkozója egy olyan ember volt, aki bár tudta, hogy nincs szakképesítése az összes feladat elvégzéséhez, mégis elvállalta azt. A 49 éves medinai férfinek a gépészeti munkák elvégzése, a víz, a szennyvíz és a gázrendszer cseréje, valamint az új fűtőtestek felszerelése és üzembe helyezése volt a feladata. A vádlottak a gázrendszer felújítását érintően számtalan jogszabályi előírást megsértettek. Többek között előzetes tervek, engedélyezés, bejelentés nélkül végezték a lakás teljes körű gázrendszert érintő teljes körű felújítását. Ennek során az alvállalkozó medinai férfi a
nagyszobai konvektort elmulasztotta csatlakoztatni a gázvezetékhez, valamint a konyhába felszerelt új konvektor bekötő csavarját nem rögzítette, nem szorította meg kellőképpen. Mivel nem volt az előírásoknak megfelelő átadás-átvétel, így ezekre a hibákra nem derült fény, csak a baj bekövetkezte után. A felújítás utáni fűtési szezon beköszöntekor a lakás tulajdonosa a szobában és a konyhában is bekapcsolta a fűtőtesteket. A tulaj másnap délelőtt főzni készült, a láng azonban belobbantotta, a cirka fél nap alatt kiszivárgott földgázt a konyhában, tűz keletkezett, majd ezt követően egy kisebb, úgynevezett térrobbanás jött létre. Ennek lángja robbantotta be a szobában jóval nagyobb koncentrációban jelenlévő földgázt. A balesetben 4 sérültek meg, köztük egy személy súlyosan. Emellett 125 lakásban, 6 garázsban és 6 személyautóban összesen több, mint 150 millió forintos kár keletkezett. A rendőrség 2021. január 28-án zárta le a nyomozást és adta át az iratokat a szekszárdi járási ügyészségnek, akik vádat emeltek a 69 éves építési vállalkozó és a 49 éves medinai férfi ellen. A szekszárdi járási ügyészség a vádlottakat testettesként elkövetett különösen nagy kárt okozó gondatlan közveszély okozásának vétségével vádolja, amely bűncselekmény 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A járási ügyészség a vádlottakkal szemben fogházban végrehajtandó szabadság és pénzbüntetés kiszabását szorgalmazza a szekszárdi járásbíróságnál. A vádirat benyújtása megtörtént a szekszárdi járásbíróság felé, azt azonban még nem lehet tudni, hogy mikor kerül sor az első tárgyalásra. A koronavírus elleni oltás elfogadásáért az önkormányzatra hivatkozva pénzt ígértek, majd elkérték a bankkártya adatokat, így károsítottak meg több idős ember csalók Dombóváron. A bűncselekménnyel 4 ember gyanúsítanak. Pintér Szilárd, a város polgármestere azt kéri, ha valaki ilyen gyanús telefonhívást kap, a rendőrség mellett értesítse a polgármesteri hivatalt is. A hivatalnak van egy ingyenesen hívható zöld száma. Mindenféle ilyen és hasonló típusú megkeresés esetén, vagy bármely probléma esetén kérem, hogy hívják kollégáinkat, hiszen egy 24 órás call centert működtetünk, amely csak nálunk csörög és csak a hivatalban, és nem véletlenül tesszük közé ezt a zöld számot minden elérhető platformon. Regionális híreinkkel megyünk tovább. 2 milliárdos fejlesztés, akár már nyáron utazhatunk Kisvasúton Somogy-Szentpál és Csiszta-Puszta között. Új panorámaterasz, utcabútorok és természetvédelem, megszépül a pécsi Havi-hegyi sétány. Újabb kereszteződés vált biztonságosabbá, okos zebrát alakítottak ki Pécsen. Nyáron már kisvasúttal is el lehet jutni a Balaton partról csak 6 kilométerre fekvő Buzsák-Csiszta-Puszta gyógyfürdőjébe. 2,1 milliárd forintból ugyanis újjáépítik a Somogy-Szentpál-Csiszta-Puszta közötti 8 kilométeres vonalat. További 650 millió forintból a vasúti épületeket modernizálják, sőt egy biciklis turizmust kiszolgáló állomás is épül. Tavaly szeptemberben több százan ünnepelték a kisvasút napját Balatonfenyvesen. A nagybereki tájat bejáró vonal rendkívül népszerű a turisták körében, pedig jelenleg csak Imre Majorig közlekednek a járatok. Közel 20 éve várnak arra a Balatonfenyvesen és a térségben élők, hogy a kisvasút újra Csiszta-Pusztáig közlekedjen, mondja Lombár Gábor Balatonfenyves polgármestere. Az álmok nyára valóra válnak, hiszen megépül a több mint 8 kilométeres szakasz. 2,1 milliárd a vasútnak a beruházása és fejlesztése, amit kormányzati pénzből valósít meg, illetve mi az önkormányzat nyertünk 650 millió forintot topos pályázaton, ebből pedig a kisvasútnak azok a felépítményei, épületei újulnak meg, amelyekhez az elmúlt 50 évben olyan nagyon-nagyon komolyan a MÁV nem nyúlt hozzá. Tehát ez azt gondolom, hogy egy nagyon komoly fejlesztési lehetőség. A beruházás nem csak az érintett települések, hanem az egész térség számára fontos. A csisztai beruházás nyilván egyértelmű, hogy a szezonnak a meghosszabbítását is jelentheti Fenyvesen és környékén, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos abból szempontból, hogy ebben az esztendőben már 65 ezer utas szám volt, akiket szállítani kellett. Ez várhatóan a pályának a felépültével, megépültével mintegy 100 ezerre növekszik. A csiszta-pusztai gyógyfürdő már most is komoly turisztikai vonzerőt jelent, a beruházás pedig tovább élénkítheti majd a település és az egész térség idegenforgalmát.
Csisztafürdőn egy teljesen új vasútállomás fog épülni, ennek mi örülünk, és ez a kis vasútállomás össze fogja kötni majd a épülő bereklátogató központot egy közös úttal és egy közös kerékpárúttal, hiszen a kis vasútállomás több funkciós lesz, vasútállomás mellett ez benne egy kerékpáros pihenő is. Ez utóbbi azért is fontos, mert egy bicikliút is épül majd, amely Fonyódtól egészen Somogyvámosig tart majd, Csisztapusztán pedig egy kerékpáros pihenőhelyet alakítanának majd ki. Pécs parkjai megújulnak. Ez a címe annak a programnak, melynek keretében a Biokoma Baranyai megyeszékhely zöld területeit, parkjait szépíti meg. A Nikkei szobrot és környékét már rendbe tették, most pedig a Havihegyi panorámas étány következik. A Biokom elindította a Pécs parkjai megújulnak programot, melynek keretében célul tűzték ki, hogy évente 3-4 parkot, zöld területet megszépítenek. A Nikkei szobrot és környékét már tisztán láthatják az érdeklődők, most következik a Havihegy. A tetjei panorámasétány esetében a munkákat megelőzte a Dunadráva Nemzeti Park szakembereivel tartott közös területbejárás, hiszen természetvédelmi területről van szó. Régóta problémát jelent, hogy a szintén természetvédelmi területnek számító szikla folyamatosan pusztul a panorámára vágyó kilátogatók miatt. A Nemzeti Park munkatársainak szakvéleménye szerint a sziklát védeni kell, ezért az arra való egyébként veszélyes felmászás helyett egy új panorámateraszt létesítünk majd a közelben. Megújul majd a Tetyei híd, felújítjuk a padokat, szemetesedényeket, pótoljuk a hiányzó pollereket, továbbá eltávolítjuk a kilátást takaró invazív jellegű bálványfákat, gyomnövényeket. Helyettük a parkosítási munkák keretében őshonos, a tájba élő facsemetéket, cserjéket, palántákat ültetnek. Emellett a sétány melletti gyep felületek és növények természetvédelmi bemutatását is tervezik. Idén megújul még a Cinderi Park, a Puskin tér és a Mandulás tornapálya, valamint a Malomvölgyi parkerdő is. Újabb gyalogátkelő helyet alakítottak át biztonságosabbá Pécsen. A Lánc utca, Koller utca kereszteződésében olyan ledes okos zebrát vehettek használatba a pécsiek, mint amilyen a felújított Nagy Imre úton már hónapok óta szolgálja a gyalogosok biztonságát. A Lánc utcában emellett a közvilágítást is fejlesztették, így az autósok még jobban láthatják az úttesten átkelőket. Itt a pécsi Lánc utcában történt még 2019-ben egy halálos baleset. Egy idős hölgyet, aki épp a gyalogátkelő helyen ment át az úton, elgázolt egy teherautó. Az ekkor készült felvételeken is látható, mennyi gépjármű halad el ezen a szakaszon nap mint nap. Ez a tendencia napjainkban is megfigyelhető, azonban nemrég biztonságosabbá tették ezt a forgalmas csomópontot, okos zebrát alakítottak ki. Nem volt olyan reggel, hogy ne ütöttek volna el gyalogos. Néhány évvel ezelőtti tapasztalatairól beszélt kameránk előtt a Baranya megyei baleset megelőzési bizottság titkára. Bertáné Wingert Erzsébet azt mondja, az okos zebra biztonságosabb, mint egy hagyományos gyalogátkelő hely. Szenzoros oszlopok érzékelik ugyanis a zebrához közeledő gyalogost. Az aszfaltba süllyesztett pici LED-lámpák villogással jelzik a járművezetőknek mindkét irányból, hogy az átkelőn gyalogos halad át. Szürkületben sajnos nehezen észlelhetők a gyalogosok, főleg, hogyha sötét ruhában vannak, fényvisszaverő eszközöket nem használnak magukon, így ez a technika segít megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. A pécsi önkormányzat körülbelül 30 helyszínen indított vizsgálatot közlekedésbiztonsági szempontból, melyeket szeretnének megújítani, mondta estábunknak a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester. Ruzsa Csaba hozzátette, a Lánc utcai szakasz is beletartozik a projektbe, ennek keretében 2 év alatt megterveztetik és megépítetik a kijelölt zebrákat. Ezeket megvizsgáltattuk több szakértővel, gyalogos forgalom, közlekedésbiztonság, rendőrség, tervezők, városi tervezőkkel, és ennek a teljes tervezése, hatósági előkészítése folyik most már nagyjából egy jó fél éve. Ennek a tavalyi költségvetésben volt egy fedezet, az idejében pedig bízunk benne, hogy a kompenzációs tárgyalások sikeresen zárulnak, tovább tudjuk folytatni. Most 3 darab új 10 méter magas közvilágítási lámpaoszlopot is állítottak a kereszteződésben, ami még inkább segíti az autósokat a gyalogosok észlelésében. Más helyszíneken is várható a Lánc utcaihoz hasonló fejlesztés, azonban a hatósági eljárás több hónapot is igénybe vehet. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Újabb adag oltóanyag érkezett, folyamatosan zajlik a vakcinálás Tolna megyében. Válogatnak az oltások között. A házi orvos szerint az idehaza használt vakcinák mindegyike biztonságos. Sikeresen pályázott az önkormányzat, egyre hatékonyabb a városházi munka Szekszárdon. Vádemelés a gázrobbanás ügyében. Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség.
Szerdán már lassú enyhülés kezdődik. Reggel még előfordul fagy, de a napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Délutára már többnyire plusz 10 fok köré fölé várható a maximum érték. Elszórtan egy-egy futó záporeső is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék viszont nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!